1985年起，费伦奇·久尔基的职业生涯呈不断上升曲线，在乡村音乐、蓝调音乐、放克音乐、摇滚乐与匈牙利民歌相结合的领域留下了浓墨重彩的印记，发行了近300张唱片，其中有20多张是个人的。1991年至2003年，大部分唱片与赫弗利·戴维森合作。之后，自2005年，大部分唱片与 Roscoe Gem 乐队、第一佩斯拉卡扬乐队合作发行。他是世界著名口琴家、歌手、小提琴家，还曾是低音吉他手，能够将从詹姆斯·布朗、考拉迪·考特林到吉米·亨德里克斯所有的音乐柔合成自己的风格。但显而易见的是，诗人裴多菲对他的影响最大。作为一名匈牙利音乐人，一般来说应从民间音乐出发，但是在柯达伊教学法的故乡往往并不是这样。我是听着吉米·亨德里克斯、 ACDC 乐队和匈牙利 Hobo 蓝调乐队的音乐长大的。如今两件事决定着我的音乐：民族音乐和吉米·亨德里克斯。我最欣赏的作家是尤考伊·摩尔，最喜欢的诗人是裴多菲。选择摇滚方式生活的人不可能从裴多菲身边走过而不被其由内而外散发出的能量和生活乐趣所吸引。现在我们生活在全球疫情之后的重生时代，乐队2021年在哪里呢？女士们、先生们，请热烈欢迎来自匈牙利布达佩斯的费伦奇·久尔基和第一佩斯拉卡扬乐队。
furulja szó. Cimbalom! Van-e még két apupának terhe nyom? Akinél van, igazítsa el a bút. Nehogy neki mutassuk meg, hol az út. Rossz madár, a kepelbe életet vért lopni jár. A búbánat szívet rágó ürgefi. Borral lehet, borral kell kijönteni. A bor éleszt, a bor éget, mint a csók. A csókot jánk a hosszú tédest, lángolót. A csókot lángja, mint a napfény. Menj, menj az élő fán, a lombot neveli. Fakad lombon fejlik a virág. Cimbalom! Lomb nélkül, virág nélkül, mit ér az ág? Hogyha pusztán szárazon a törzsök áll. Hamar éri a sodró vész, a halál. Ha halál, te nagy kérdésjel, melyre még nem felele sem idő, sem bölcsesség. Mivel áldasz, mivel versz a sír után? Van-e ott is élet, és bor, és leány? A bor éleszt, a bor éget, mint a csók. A csókot jánk a hosszú tédest, a lángolót. A csókot lángja, mint a napfény. Menjej, mely az élő fán a lombot neveli. Jó estét kívánunk mindenkinek, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Petőfi Sándor verseit muzsikáljuk, meg egy pár más dolgot. Guruljunk is tovább, kevés beszéd lesz, sok muzsika, nettósítjuk. Nettósítjuk a rock'n'rollt. Mehetünk, Boriskám. Petőnk,
Megbántott a rózsán nagyon, haragudtam érte nagyon, haragudtam, búsakodtam, mint az epülékért szoktam. Azt gondoltam, hogy sebemet a sírás úgy gyógyítja meg, hogy akkor zárul be sebem, ha megnyílik a sír nekem. Meddig tartott ez a bajom, míg megcsókolt az angyalom, az mihelyt megcsókolt angyalom, mindjárt nem lett semmi bajom. Éles hegyes tőr a szava, édes balzsam az ajaka, ilyen az a leányféle, mit tegyen az ember véle. Ilyen az a leányféle, mit tegyen az ember véle. Ilyen az a leányféle, mit tegyen az ember véle. Június közepén indult a szezon, azóta minden nap muzsikálunk. Isten, hogy de örülök neki. Ez például jó. Életem legjobb turnéja, ami most zajlik. Megvolt mind a két színházi darabnak a premierje, amiből aztán a végén három lett, mert volt egy régi műsorunk, amit egy 4 évvel ezelőtt rögzített lemezünk, amit a szalonnáikkal csináltunk, Pál István szalonnával és bandájával, és a Jászság táncegyüttes csinált rá egy nagyon-nagyon komoly koreográfia sort, és még azt is be tudtuk próbálni, és annak a premierje is megvolt, úgyhogy most minden van. Én nem tudom, hogy lesz-e még ilyen szezon, de ezt megéltem, köszönöm szépen. Tehát a kobuci az mindig emlékezetes, most is az lett. Tehát az, amikor az embereken érzed, hogy nagyon akarnak jönni, és nagyon régóta tervezik, hogy jönnének, és aki nem tud jönni, az is jön. 2, 3. Ebből mindig egy ilyen nagyon, nagyon komoly beszélgetés alakul ki a közönség és a zenekar között, már a színpadon és a közönség téren. Arra gondolok, hogy nem kell beszélgetni, hanem a színpad és a közönség tér közötti beszélgetés az nagyon komoly. Ott kezdődik a dolog, hogy mi 1977. szeptemberében találkoztunk a Gyurival először. Ennek úgy innen-onnan 44 éve múlt el, nem is olyan régen. Egy osztályban jártunk, együtt kezdtünk el muzsikálni. Egy zeneiskolába jártunk össze, és raktak minket egyébként, mondták, hogy hát a két csávó úgyis sülve-főve együtt van. Hát hetedikbe léptünk föl nagyjából először ketten ilyen könnyű zenének mondható produkcióval. A hónapokon belül már saját zenekarunk is volt.
Amikor a nagymamánk hozzánk költözött, akkor ilyen 6-7 éves lehettem, és ő hozott magával egy zongorát, és akkor ez volt az első hangszer, ami játszottam. Én azt hittem, hogy most már biztos, hogy zongorista leszek, és amikor nagymamám meghalt, nem tudom, én elég fiatal voltam, talán ilyen, nem tudom, negyedikes, ötödikes, akkor mondtam, hogy akkor nyomjuk a zongorát, meg hát ő tanított, meg legalább vigyük tovább az emlékét, és mondta a zongoratanárom, hogy hát ahhoz el kéne menni B-szakra, vagy valami, mert ez ilyen kamuzongora, amit én eddig csináltam. És micsoda, hát úristen, akkor felvételizzünk a durvább részére, de ahhoz kell szolfés, zeneelmélet, meg mit tudom én. Nem baj, csináljuk, ez tök fontos, és akkor ez ugye sikerült, átkerültem egy jobb szakra, aztán utána bekerültem a konziba, ott is zongoráztam, és egy idő után találkoztam emberekkel, akik hallgattak olyan zenét, ami nem klasszikus, és akkor én is akartam már nem csak otthon ülni és zongorázgatni, meg zongora, meg szolfés, meg zeneelmélet, hanem hogy volt Nirvana, meg Pearl Jam, meg ilyen zúzás, meg Rage Against the Machine, meg minden, és én inkább ilyesmiket szerettem volna. A hangszer, amin játszok, ez egy ütőhangszer, és Cajonnak hívják. C-A-J-O-N, spanyolosan ejtve Cajon. Ez egy afro-perui származású ütőhangszer, ami megvetette a lábát itt Európában is. Nem is olyan régen egyébként. És ez Perúban a világörökség része, ez a hangszer. Én ezt a 2000-es évek elején láttam először ezt a hangszert, és nekem nagyon-nagyon megtetszett akkor, de viszonylag ritka madár volt ez mindenfelé. És ahogy én a Gyuriékhoz kerültem, akkor kezdődött a profilváltása a zenekarnak tulajdonképpen. Ebből a blues zenéből nagy dobfelszereléssel, meg elektromos gitárokkal, meg zúzással, hangoskodással, igazi hangoskodással. Akkor történt ez a profilváltás, és akkor kezdtünk el egyre inkább az akusztikus muzsika felé orientálódni, és akusztikus hangszerekkel játszani, és innentől kezdve a dobszerelés, mint olyan, eléggé hangos egy akusztikus gitárhoz mindenféleképpen. Hey, ördög, hey, hey, ördög, hey, hey, ördög, hey, hey, ördög, hey, hagyd meg a házat, hagyd meg az autót, hey, ördög, vidd el a bankot. Hagyd meg a termést, hagyd meg a marhát, hey, ördög, vidd el a bankát. Hey, ördög, hey, ördög, hey, hey, ördög, hey, hey, ördög, hey, hagyd meg a munkát, hagyd meg a hasznot, hey, ördög, vidd el az adót. Hagyd meg a hazánkat, hagyd meg a népünk, vidd el minden ellenségünk. Hey, ördög, hey, hey, ördög, hey, hey, ördög, hey, hey, ördög, a legfőbb kincsem, ördög, inkább vigyél el engem.
Hey, ördög, hey, hey, ördög, hey. Nem tudom, kérem, kapcsolja ki a kamerát. Sebesebben szállta. Nem volt várja meg.
messzi földön hely, senki sem látta. Fordulj vissza, csikós, ne keresd hiába. Eladták eddig a szellőt a túri vásárba. Szegény, csikós legény. Szegény, csikós legény. Nagyon szépen köszönjük! 1, 2, 3, 4, 5 szeretőt más kerestem.
volt a hűsége, a déli báb volt a hűsége. Nem ver meg engem az Isten, hogy szeretőt más kerestem. Te hagytál el, nem intéged, a déli báb volt a hűséged. A déli báb volt a hűséged. Az iskola nagyon fontos, ez a gerilla magyar óra, ez úgy néz ki, hogy nem pénzért muzsikáljuk ezeket, hanem meglepetésszerűen támadunk, mint például ma is, ahol a tanár, aki tartotta az órát, teljesen el volt képedve. Tehát bekopogtam, mondtam, hogy elnézést kérünk, egy pár percre bejönnénk, és bement öt marcon a fiatalember, és muzsikált pár Petőfi verset meg érecet. Tehát az embernek látni kellett volna a fejét. Hát ez egy szál, mert kell a fiatalokat, kell egy kicsit pumpálni információval, ilyen, tudod, ilyen indokolatlan költők neveivel, meg mit tudom én, mert különben nem lesz közönségünk. Én életem végéig muzsikálni akarok. Tehát ez a generáció ne nőjön fel úgy, hogy parlagon van hagyva, és nem foglalkozik vele a mi generációnk, ez tilos. Ez egy fontos szál. A klasszikus zenébe mélyedtem bele egy időben, Konzi Akadémia, meg az összes többi hülyeség, ami kellett. De azért, hogy mindig tudtunk egymásról, tehát ez úgy működött, hogy 94-ben Gyuri kitalálta, hogy ő csinál karácsonyi koncertet a Vigadóba, és szimfonikus zenekart szeretne hozzá, úgyhogy ezt a szimfonikus zenekart szereztem neki egyet, tudod, ilyen rejtői dolog, hogy kellett szimfonikus zenekart, nem baj, szerzünk egyet, tudod, mint a cirkáló. És akkor az a Dohnányi lett, karmestert nem tudtunk szerezni, úgyhogy ezt a végé az volt, hogy én vezényeltem le az estét. Nagyon tréfás volt egyébként, de működött, teljesen jó volt az egész. Az egy, két. Tűzesen süt le a nyári nap, sugára az ég tetejére. Felesleges dolog sütnie, hogy nagyon a juhásznak, úgyis nagy melege vagyom. Kislány szoknyája térdig föl van hajtva, mivel hogy ruhákat mos a friss patakba. Kilátszik a vízből két szép térdecskéje, kukoricán csit gyönyörűségére. A gyereki kalambom, a gyereki gerlicém, a csókot ölelés mindjárt elvégzem én. Csókolt a szája, nem egyszer, nem százszor. Ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszor. Az idő a közben haladott sietve, a patak partjaim piroslott az este. Kukorica Jancsi fölkapta subája, hát sebes lépésekkel ment keresni nyája. Nagy megszeppenése, most vette csak észre, hogy imit, amott, van egy kettő belőle. Jancsi gazdája bők, mint aki megbőszült. Vasvillát, hadd szúrjam keresztül. Ezért tartottalak, ezért etettelek. Soha se került ki a hóhér kötelem. Mindjárt elvégzem.
Se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, halált hozó fűtereme, gyönyörű szép szívemen. Se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, halált hozó fűterem. Egy gyönyörű szép szívemen. Yeah. Hadihajó lesz! Az egy, a két, az egy, két, hát. Lassan öröztük,
mindenki kötőben a babáját ölel. Ha próbál a titokba Facebookozol, akkor ezt hallják az emberek a dalod. Minden eladó, tehát eladod magad. A zenéd egyre üresebb, a zsebed megdagad. Kinyírta a rock'n'rollt a messiás szerep. Elhitted magadról, hogy mindenki szeret. Ha te a hely, hopp! Senki nem felel. Rendesen nem vagy te akciózva, pedig te voltál az, aki nem ezért tolta. Nyugi, nyugi, bőnybőn, még nem veszettem minden. Ami beszippantott, az már sehol sincse. Amit nem vesznek meg, azt nem fogod eladni. Gyere vissza közénk, rock and roll tolni. Gyere vissza közénk, baby! Gyere vissza közénk, a rock and roll tolni! Gyere vissza közénk, a rock and roll tolni! Gyere, gyere, gyere vissza, baby! Gyere vissza közénk, a rock and roll tolni! Gyere vissza közénk! Gyere vissza közénk, a rock and roll tolni! Nagyon szépen köszönjük. Jimi Hendrix egyetlen kalotaszegi gyűjtése következik most, kaszárnya, kaszárnya, Lilo Wing címmel. A sűrű rácsos ablak rajta, a közepében kerek márvány asztal, s egy gyászlevele rajta. Gyászlevele rajta, de nincsen, aki elolvassa. De van szeretőm, 18 éves lány, sej, aki elolvas, na-na-náj, na-na-náj. Na.
fejtett, de nem leszek a tiéd, baby, baby. Na 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 na. Az egy-két hát, de ha bemegyek valamelyik kocsmába, a citranyelő kis bicskámat vágom a gerendába. De aki legény, az vegye ki, aki bátor, az teheti, míg az éjjel zsandárvérrel írom én a nevet. De aki legény, az vegye ki, aki bátor, az teheti, míg az éjjel zsandárvérrel írom én a nevet. Királyfi a városba ér, rájön, hogy a diplomája nulla pontot ér. Új utakat keres, és aki keres, az talál. Nem tudja, hogy ennek az útnak a vége halál. Amit nem old meg a tanulás, az megoldja a fegyver. Azért van ez így gondolja, mert beteg a rendszer. Ha a rendszer a beteg, akkor nem én vagyok a hunyó. Skulókat a helyére, és indul a tapunyó. Mit tudtok ti arról, mi a jó, az a néz? A szükség, ami diktál, hogy merre mész. A legkisebb királyfi most símaszkot húz. Beszédül a bankba, és a hangja oda szúz. Mindenki a földre, akkor nem sül el a pisztoly. Meg vagyunk a lével, már csak az a cél, hogy iszkolj. A legkisebb királyfinak bujkálni kell. Rajta van a paranoia, hogy kiadja fel. A franc élni akar ő is, hát ez nem is olyan flanc. Egy döntés és már nagy keres a drágám. Másik néven gyógyszerész és nem is olyan drágán. Ellát minden földi jóval, ömlik a lóvé. Mászik fel a ranglétre, mindjárt ő a góri. Karistól a paraszt, de nincsen az a baj. Csak az a kérdés, mekkora a fejeden a baj. Ha túl nagy a szar, amibe belemásztál, túl nagy a manus, akit leanyáztál. Itt nehezen kapod meg a tiszta lapot. Hívhatod a mentőt, vagy hívhatod a papot. Ha bemegyek valamelyik kocsmába, a cifranyelő kis bicskámat vágom a gerendába. De aki legény, az megye ki, aki bátor, az teheti, míg az ilyen zsandárvérrel írom én a nevem ki. De aki legény, az megye ki, aki bátor, az teheti, míg az ilyen zsandárvérrel írom én a nevem ki. Királyfi már nagyon régen itt él, a városban a serifész zord, mint a tél. Levadásza a gonoszt, beteszi a ducsiba, ha úgy hozza a helyzet, akkor leturantja. Dörömből és rajta ütésben nyomul és lő. Két halott a szobába, oly hideg, mint a kő. Megnézi a halottakat, ki volt a két tettes. Ott fekszik a két öccse, a kicsi, meg a közepes. Az egy, meg a két, meg a há, a négy. Az életed úgy alakul, amerre mégy, mikor a kommandó rátöri az ajtót. A kép tömik meg a sajtót. Nagyon szépen köszönjük. Jankó Miklós dobol. Vízjel Gábor kürtön fog muzsikálni mindjárt, Apáti Ádám meg zongorázni fog, Ferenci György, köszönöm szépen, Ferenci Bora, Pintér Zsolt. Két kedves barátunk, a Hosszúkás meg a Csabesz, akikkel jöttünk, ők a barátaink, akik dolgoznak még velünk, köszönjük. Ez így egy nagy boldog család. Mi minden évben gyakorlatilag új műsort csinálunk, mert nem akarjuk a régi dalainkat játszani, mert van elég gondolatunk, meg a világ is mond eleget ahhoz, hogy legyenek mindig új dalok. Nem a refrénekre vállalunk garanciát, hanem a tartalomra, meg az előadás színvonalára, és ezt a szabadságot ezt meg is fogjuk mindig tartani. Tehát minden, ami nem főműsor, azért fontos, mert frissen tartja a főműsort. Télen meg fizikai építkezés, tudod.
edzés, próbálás, hangszeres gyakorlás keményen, mert a szezonban nem tudsz gyakorolni. Egyre jobban játszod a műsort, és egyre rosszabban muzsikálsz. A műsort egyre profibban technikailag megvalósítod, mert nagyon megtanulod játszani, meg minden, de az ember hangszer viszony az a turnéban mindig elromlik. A turné vége mindig az, hogy utána a skálázás, etüdözés rendszeresen, mint napi rendszerességgel több óra két szezon között. Ez meg edzés. Van egy olyan társulat, hogy Flock Project, és őnekik ez a hivatásuk, professzionális artisták ők tulajdonképpen. Hónapokig tervezgetik, hogy hol legyenek a bekötések, tehát például az Erőd falon, hogy hol legyenek a fúratok, hogy biztonságos legyen, tehát ezeket nekik mind ki kell találni. Élethalál kérdése, hogy hova kötik be a gumiköteleket, és tulajdonképpen, mintha bungee jumping-szerűen táncolnak a falon. Nagyfokú rugalmasságot igényel az artistáktól is, és a zenekartól is, hogy egy ilyet össze tudjál hozni. És általában úgy van, hogy ez nem tud sokat próbálni, mert akkor a közönség oda gyűlnek, érted? Szóval ez pikpak gyorsan lepróbáljuk egyszer, maximum kétszer, és akkor nem gyűl oda 500 ember az előadás előtt. Úgy általában ezt nagyon pikpak meg szoktuk beszélni, előtte persze ugye nem úgy lesz, de mindig azért meg van beszélve, Gyuri irányítja, vezényli, mint egy karmester az egészet. Ami nagyon érdekes mindig, hogy én ezt sose láttam, hogy néz ki, mert ugye mi a közönségnek muzsikálunk, ők meg mögöttünk csinálják a dolgot. Volt a Diop Trio, ugye Tóth János, Rudolfa, hárman voltunk, akik nem láttunk egyet se. Aztán volt a Herfli, akkor lett belőle Racka, akkor ott egy kicsit elszakadt a film, akkor én csináltam a Borágót, alapító tagja lettem a Modernától Orkesztrának, mert Fekete Kovács Kornél is nagyon jó barátom. Meg sikerült játszanom ilyen emberekkel, mint Dres Misi, Lajkó Félix, Paja Bea, mit tudom én, akkor színházaztam, meg színházazok, amikor csak lehet. És akkor így 2009 környékén dőltek az irányba a dolgok, hogy akkor visszajöttem a zenekarba, és akkor azóta így vagyok. Szépen csendben. Együtt kezdtem hanyagolni a zongorát, és így átállni arról, hogy basszusgitár, és bekerültem a kőbányai suliba, ez a Póka Egonnak Isten nyugasztalja az iskolájába, azt tisztességesen kijártam, és amikor arra került a sor, hogy na most záróvizsga, akkor lementem egy jamre, ahol ott mondták, hogy jöjjek le, mert ott van a Ferenci Gyuri és a fiatalok, meg minden, és nézd meg, hogy dobolok. Lementem, megnéztem, tök jó minden, és mondták, hogy de hát kéne oda egy basszusgitáros. Onnantól indult az, hogy lejárogattam, a Gyurieknál volt egy basszusgitáros kiválás, és voltak meghallgatások, és engem is meghallgattak. Úgyhogy végül is nem tudtam záróvizsgázni, mert amikor volt a záróvizsga, akkor én már a Gyuriekkal voltam Németországban, meg Finnországban egy turnén. Én autodidakta módon próbálok játszani, vagy játszom ezen a hangszeren, és a dobszereléses tudásomat alkalmazva próbáltam egy technikát kifejleszteni, ami a mai napig ezt használom, és a Racka lemezeken ezt lehet hallani. Ki vagyok, én nem mondom meg, ha megmondom, rám ismerni. Ez egy, nem tudom, hogy minek nevezzem, igazság szerint ez egy hamisítatlan Racka stílus. Talán ez a legmegfelelőbb, de ugyanazok, amiket te mondtál. Amerikai bluegrass muzsikával, magyar muzsikával tűzdelt, mégis könnyű zenei alapokon nyugvó, tehát blues alapokon, vagy R&B alapokon nyugvó muzsika. És igazság szerint ezek a különleges hangszerek, mint amilyenen én is játszom, vagy a Gabinek a kürtje, vagy Zsolti mandolinja, és ugye a szájharmonika, szóval ezeknek a dolgoknak az ötvözete csinálja ezt a különleges valamit, amit mi csinálunk. Szóval ez egy golyó.
Deák Bill Gyulának tisztelgünk a végén, egy kőbányai keservessel szeretnénk búcsúzni, pedig, és utána egy kibédi szurkálóssal. Körülbelül ez a vége a bulinak. Isten áldjon mindenkit, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Az egy, két, hát. Thank you.
élet élőd, betyár élet. Miben vagyunk hatós téged, lerovom az adóságom, ha meghalok, azt sem bánom. Okosító, szívem világhoz okosító, sok bajaimra kitanító, tilos kertekbe szabadító, sarkam utakra igazító. Sokasító, szívem világhoz okosító, szívem világhoz okosító, sok bajaimra kitanító, tilos kertekbe szabadító, sarkam utakra igazító. Szívből köszönjük mindenkinek, köszönjük! Köszönöm szépen!